olvasott igében arról kapunk tájékoztatást, ugye a Mózes első könyve 26. fejezetében, hogy Izsák apja nyomdokain járva, az apját egyébként Ábrahámnak hívták, Istennel szövetségben élt, egyisten hit volt az ő vallása, és az Úristen úgy megáldotta, hogy erősödött, gazdagodott, gyarapodott. És ez a környező népekben, a Biblia ki is emel egyet, a filiszteusokban félelmet és irítséget generált. Ilyeneket mondanak látván Izsákot, a gazdagságát, az erejét, menj el tőlünk, menj el, tűnj el, mert hatalmasabb lettél, mint mi. Menj el, mert nem bírunk veled. Tűnj el, mert kell nekünk az a föld, amint te százszor annyit tudtál termeszteni. Izsák próbál először nagyon békés lenni. Arrébb megy. Hát hadd éljenek ők is. Hadd gyarapodjanak ők is. Engedd. És azt mondja, legyünk békességben. De minél nagyobb lesz Izsák, annál nagyobb lesz körülötte az irítség. Ezért mit csinálnak a filiszteusok? Ezt olvassuk. Betömik az életet adó kutakat. Szóval Izsákkal nem bírnak, ezért az apjától örökölt kutakat teleszórják a félsivatagos területen földdel. Nem bírunk Izsákkal és a néppel, hát majd így elpusztul saját magának. Nincs új a nap alatt. A Trianon, tessék megjegyezni, a magyarságnak szánt passzív eutanázia volt. A magyarságnak szánt passzív eutanázia. Az eutanázia azt jelenti, hogy kegyes halál. Azért passzív, mert nem merték kimondani. De úgy csináltak, pontosan úgy tettek, mint 3,5 ezer évvel korábban, mert nincs új a nap alatt. Azt tették a Szent István királyságában 1000 éven keresztül velünk együtt élő népek, akiket beengedett, mint régebben a filiszteusokat is beengedte Izsák a maga területére, beengedett a magyarság, és azt mondta, éljetek, gyarapodjatok, gazdagodjatok ti is, alapítsatok városokat, hozzatok létre közösségeket. Most ez a beengedett filiszteus tömeg úgy volt vele, mint 3,5 ezer évvel korábban Izsák ellenfelei, egyre inkább azt érezték, naggyá lettél magyar. Tűnj el! Add ide a földedet! Az nem lehet, hogy neked van, és nekünk meg nincs. Hát 100 évvel ezelőtt elérték a céljukat. És ehhez lázasan asszisztáltak azok a népek, amelyeket mi, magyarok, a mongoltól és a töröktől megvédtünk.